A válogatóval elkezdődött a Magyarország szépe verseny, ezúttal is több százan jelentkeztek, közülük választottak ki a továbbjutókat a szakmai zsűri, amelynek az M1 részéről ebben az évben Gulyás István a ma este műsorvezetője a tagja. Szokás szerint felkészítő táborba vonulnak a legjobbak, aztán majd nyár elején a Duna TV élő showjában derül ki, hogy ki lesz 2019-ben Magyarország szépe. Több száz lány vonult fel a kifutón, hogy részt vegyen a Magyarország szépe verseny idei válogatóján. A jelentkezők ezúttal is bikiniben mutatkoztak be a zsűri előtt. Ha egyetlen egy kívánságod lehetne, akkor mi lenne az? Nem csak a külső, hanem a személyiség is számít egy szépségversenyen. Ahhoz, hogy a lányok belső értékeit is jobban megismerhessék az ítészek, kérdéseket is feltettek a jelentkezőknek. Gyöpös Laura életében először indul szépségversenyen. 16 évesen döntötte el, hogy jelentkezik, amint betölti a 18-at. Azért választottam a Magyarország szépe versenyt, mivel rengeteg éve követem a tévében, és nagyon szimpatikus volt az egész, a megrendezés, a szervezés, illetve láttam, hogy mennyire csodálatos ruhákban vonulnak fel a lányok, úgyhogy nagyon vonzott ez a dolog. A jelentkezők között vannak, akik nem először vesznek részt szépségversenyen. Halász Viktória harmadszor méretteti meg magát. Számomra egy nagyon nagy elismerés lenne, hogyha Magyarországot tudnám képviselni akár a világversenyen, de nekem is egy megmérettetés nyilván, hogy mire vagyok képes, és hogyan tudok fejlődni. A tavalyi szépségkirálynő Szarvas Andrea is a zsűri tagja. Azt mondja, a koronával járó népszerűség és ismertség nem csak szakmai szempontból ad lehetőségeket. Azáltal, hogy megnyerünk egy ilyen versenyt, vagy bármilyen versenyt, vagy kicsit híresebbekké válunk, közszereplők leszünk, rengeteg emberhez el tud jutni, ha segíteni szeretnénk valakin, vagy valakiken, vagy családtagon, szegény gyerekeken. Az M1 műsorvezetője Gulyás István is az ítészek között foglal helyet. Úgy véli, a 21. századi szépségideált továbbra is a magas, vékony testalkatú szépségek testesítik meg. Érdekességként hozzátette, idén a lányok öltözete és hajviselete is azt mutatja, hogy visszajött a 80-as évek divatja. Azt hiszem, hogy a szépség az egy teljesen szubjektív dolog, tehát minden zsűritag talán a saját szépség ideájára szavaz, aztán, hogyha ezek összejönnek, találkoznak, akkor ez nagyon izgalmas. Hogy én hogy döntök? Hát két szempontom van, egyrészt aki kijön a kifutóra, annak milyen a kisugárzása, a másik pedig itt van nekünk néhány monitor, és mindig megnézem a monitorokat, hogy mennyire jönnek át rajta. És aki átjön, aki a monitoron is szép, azok valóban szépek. A nap végén csak 20 lány juthatott tovább. Hamarosan az is kiderül, hogy a zsűri döntése alapján kik költözhetnek be a felkészítő táborba. Ott kialakul majd a top 16-os mezőny, amelynek tagjai a Duna TV élősójában versengenek majd a legszebbnek járó Miss World Hungary címért és koronáért, valamint a részvételért a világdöntőben.